Több ezer tonna radioaktív hulladék pokollá teheti Közép-Ázsia egyik legtermékenyebb térségében, a Ferganai medencében milliók életét. A Szovjetunió által évtizedeken át tagadott uránhulladékot a kirgiz Majlisszuk közelében haladéktalanul semlegesíteni kell, a katasztrófa megelőzése érdekében követeli az Európai Bizottság. A környéket magam is kivizsgáltam. Egyes helyeken a háttérsugárzás meghaladja 100 mikroröntgent óránként. Alig 2-3 éve itt még néhány házat építettek. A városkát 1946-ban alapították a titkos szovjet uránbányászati program részeként. A fedő neve a 200-as postafiók volt, a tárnamunkások pedig gyakorlatilag fegyencek, vagy politikailag gyanús német származásúak, vagy olyan katonák voltak, akik megadták magukat az ellenségnek. A hegyvonulatot elhanyagolták, ezáltal alkalmatlanná vált az uránhulladék tárolására. Nem törődtek a gáttal, amelynek a víztől kellene megvédenie a szemetet. 14 millió ember él a Ferganai medencében. Természeti csapás esetén a víz kimossa a gátat, a szennyezés pedig a Narin folyóba kerül. Tragédia következne be a völgyben. Majlisszu az intő példája, milyen következményekkel járhat a környezeti katasztrófa. A rákos megbetegedések aránya 50%-kal nagyobb az országos átlagnál, a vele született betegségek gyakoribbak, és gyakorlatilag mindenki pajzsmirigy betegségben szenved.